Az utolsó történelemórát tartják a 2015-2016-os tanévben a szabadkai Széchenyi István általános iskolában. A hetedikesek sokat javítottak a jegyeiken az utolsó hetekben. Egy kicsit kellett tanulnom, megjavítanom, és hát úgy javítottam is sokat is, tehát meg maradt is, szóval jó fogok állni évvégére. A gyerekek már a nagybetűs vakációra készülődnek. Gondoltam a táborba menni, a tánctáborba, mivel járok a népkörben néptáncra, és hát igazából ezen kívül nagyon semmit. Így a barátnak kell menni városba, maximum meg ilyesmi. Van, aki a foci EB miatt várta az iskola szünetet. Tudom jobban követni majd. A magyarok ma játszanak, Ausztriával is, nekik szurkolok. A tanároknak még sok munkájuk van a tanítás befejeztével is. Jövő héten pedig vannak a gyűlések, és akkor június 28-án lesznek kiosztva a bizonyítványok, és akkor kezd az az igazi vakáció, ami a gyerekeket illeti szeptember 1-ig nyugodtak. A tanároknak még van adminisztráció, írás, tabellák, meg minden, de hát most már mindenkinek könnyebb. Az iskola csengő a 2015-2016-os tanév végét jelezte. A diákok már nagyon várták a nyári szünidőt. Sokan a foci EB miatt, sokan nyári táborok és utazások véget. Gyerekek önfelettel jönnek ki a tantermekből, nekik már nincs feladatuk szeptemberig. A nyolcadikosokat azonban még várja a kísérettségi. 15-én, 16-án és 17-én lesznek a záróvizsgák az általános iskolákban. Nálunk 120 nyolcadikos diák fog letenni ezt a vizsgát, és hát reméljük, hogy legalább az átlagos szerbiai szintet a mi diákjaink is fognak elérni. Első nap anyanyelvből van vizsga, második nap matematikából, és harmadik nap úgynevezett kombinált teszt 5 tantárgyból lesz. Szabadka város területén több mint 10 000 általános iskolás diák vetette bele magát a nyári szünidőbe. A kísérettségire 1346 nyolcadikos készül Szabadkán.